A tavaszi forduló első meccsét egy perces gyászszünettel kezdték, melyen Vékony István egykori makói labdarúgó és utánpótlás edző előtt tisztelegtek. A Makói FC ásotthalom mérkőzés első 20 perce kiegyensúlyozott játékot mutatott, egészen a 21. percig, amikor is Mihalko Máté betalált a hazai kapuba, így a vendégek szerezték meg a vezetést, ami tartott is a szünetig, így 1-0-ás vendégvezetéssel vonultak pihenni a csapatok. Méhes Tibor vezetőedző szerint már itt eldőlt a mérkőzés sorsa. Nagyon defenzívek és nagyon gyengén játszottunk az első fél időben, ott döltem a meccs szerintem. És mit mondott a fél idő, hogy a fiúk egész más csapatot láthattunk ki, kijönni a második fél időbe? Azt, hogy nyugodjanak meg, mélységbe, több üres mozgás kellene, és létszámban jobban támogassák a támadásokat. A biztató edzői szavak ellenére sajnos gyorsan jött az újabb vendéggól. A 49. percben ismét Mihalko volt eredményes. Nem sokkal később szépítési lehetőséghez jutott a Makó. Az 58. minutonban egy szabálytalanságot követően 11-est ítélt a bíró, a büntetőt Juhász Jónás értékesítette. Gólja csak a szépítésre volt elég, a találkozó így vendéggyőzelemmel zárult. A végeredmény tehát Makó FC ásotthalom 1-2. A téli átigazolási szezonban érkezett új játékosok, Hakker Bence, Kalász Zoltán, Sarnyai Tibor és Tóth Timoteusz a kezdő csapat tagjai voltak, edzőjük szerint elfogadható teljesítményt nyújtottak. Vereségével a Makó lecsúszott a 7. helyre, a következő fordulóban a tabella 15. helyén tanyázó Kistelek otthonába látogatnak Szalkaiék.